A sátorai újhelyi Rákóczi tábor sokszor fogadott már olyan gyerekeket, akik sajnálatos módon elmenekülni kényszerültek otthonukból. Pár nappal ezelőtt kezdődött el a Rákóczi Szövetség, a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció és az Ungvári Magyar Főkonzulátus közreműködésével 8 és 15 év közötti gyermekek és kísérőik táboroztatása sátorai újhelyen. Ők a háború sújtotta ukrajnai Herszonból érkeztek. A program célja, hogy felszabadultan töltsenek el pár napot itt a Rákóczi táborban. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is ellátogatott hozzájuk. A gyerekeknek mondhatni így, hogy karácsonyi ajándékként advent előtt egy kicsi felüdülés, kikapcsolódás, és ami a legfontosabb, öröm és mosoly jár a kísérőkkel, szülőkkel, édesanyákkal együtt. Én hiszem azt, hogy ezek az apró gesztusok, amelyet Magyarország megtesz, legyen az a karitatív tevékenység, mindenféle humanitárius támogatás, orvosi eszközöknek és gyógyszereknek az eljutatása, akár Ukrajnába, Kárpátaljára, vagy itt Magyarországon is a segítségnyújtása, ez mind-mind azt mutatja, hogy mi a békességet szeretnénk, mi a béke pártján vagyunk, a háborút minél hamarabb szeretnénk elfelejteni, de egyben szeretnénk elfelejtetni legalábbis a borzalmakat azokkal a gyerekekkel, akik ide eljutnak. Egész nyáron a magyar kormány támogatásával, legyen azok az a karitatív szervezetek, legyen a Rákóczi tábor, legyen pedig az Erzsébet táborok, több mint 2500 gyermeket tudtunk táboroztatni. A táborban többféle programon vehetnek részt, így ha csak pár napra is, de elfeledhetik a hazájukban dúló háborút. Elmesélték, hogy tegnap a nyíregyházi állatkertben voltak, és minden tetszett neki, minden nekik, a szülőknek is, kísérőknek is nagy élmény volt, és ugyanígy az elmúlt napok is nagy élmény volt minden gyermek számára, és most ez a játék a fiúkkal, lányokkal, felnőttek, kicsit együtt játszhatunk, szerintem felette sok-sok mindent nekik az életben. Ez a feladatunk, ez a kötelességünk, és szerintem ezt a szeretetet kell továbbadni ezeknek a gyermekeknek, és nem törődni azzal, hogy adott esetben a magas politika, vagy a nagyhatalmaknak a törekvései, amelyek sajnos romokba tudnak dönteni országokat, össze tudnak veszélyteni nemzeteket, azok, hogy mit tesznek most ezzel, most nem kell nekünk törődni, mert kisebb nemzetként nekünk megvan a magunk feladata, és én azt gondolom, hogy próbáljuk a legjobbat megtenni. Soltész Miklós államtitkár elmondása szerint ezekkel a táborokkal üzenünk a világnak, hogy nem fegyvereket és katonákat kell küldeni, hiszen Magyarország nem akar háborút, hanem sokkal inkább a segítségnyújtásra kell összpontosítani.